Elérte célját a fehérmezes Tatabánya Carbonex csapata. A Pler legyőzésével ott vannak a fiúk a Budapest Bankliga legjobb 4 együttese között. Szombaton este kicsit döcögősen indult a mérkőzés, ám az első félidő felére összeállt a védekezés. Szente remekelt, és a gólszerzéssel sem volt problémájuk Harsányéknak. Debre Viktor vezetőedző ismét lehetőséget adott a fiataloknak, Kanyó Bencének, Benis Barnának és Melhart Mártonnak is. A legfiatalabb Kanyó és Benis egy-egy gólt is szereztek. A találkozón nem lépett pályára sérülése miatt Lele Ákos, ott volt viszont a kispadon Mihály Melus. A kapus hosszú hetek óta tartó combsérülése után néhány napja óvatosan már mozgott, ám ezen a találkozón még nem jutott szerephez. A legeredményesebb tatabányai ezúttal Marinko Kekezovics volt 10 góllal. Halász és Harsányi 5-5 találatig jutott, Kocsis 4, Pordán és Urbán 3-3 gólt szerzett. A fővárosiak leggólerősebb játékosa az 5 gólt szerző Lendvai Péter volt. A végeredmény Tatabánya Carbonex Pler 38-25. A folytatásban a Magyar Kupa 4-es döntőben szerepel a Tatabánya Carbonex KC április 16-án és 17-én Budapesten.